Ez a táblázat azt mutatja, milyen drasztikus emelkedést tapasztalt a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság az utóbbi 20 év átlaghőmérsékleteiben. A tavalyi év pedig nem csak meleg volt, hanem száraz is. Az elmúlt 100 esztendő legcsapadékmentesebb nyara tovább súlyosbította a nyírségvíz hiányát. Már jó ütemben halad azonban a régió vízpótlását és vízvisszatartását megoldó beruházás tervezése. Erről tartott tanácskozást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vármegyei Szervezete és a MAGOSZ Jakab István elnök részvételével. Klíma megváltozott, el kellett dönteni, hogy lesz-e egy komoly, korszerű vízgazdálkodási rendszer a megyének, vagy visszaadjuk a megyét az akácnak. Gyönyörű ültetvények voltak, vannak, és reméljük, hogy még több lesz, kész az infrastruktúra, nagy része hozzá, tehát a megye él és virágzik, de ehhez kell a víz. Éppen ezért fontos, hogy átgondoltan a gazdák helyzetéhez is igazodó módon a szakma legjobb tervezői részvételével tudjuk kihasználni a lehetőségeinket. Korszerű megoldások vannak, tehát most zajlik a tervezési folyamat elején, az öntözési rendszereknek a kialakítása, a nyomvonalak a kialakítása, a vízvisszatartás rendszerének a megoldása a gazdákkal együttműködésben, mert csak együtt tudjuk a legjobb megoldást megtalálni. Éppen ezért az elmúlt hetekben a kivitelező víziterv Environ Kft., valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lakossági fórumokat tartott az érintett településeken. Rácz Imre vármegyei elnök azt mondta, nagy érdeklődés övezte ezeket az eseményeket, a helyi földtulajdonosok pedig támogatóan állnak a beruházáshoz. Kellemes meglepetések voltak ezen a lakossági fórumokon. Egyrészről eléggé tájékozottak ezzel a beruházással kapcsolatosan. Azt gondoltuk, hogy keveset beszélünk erről, de ezek szerint akkor mégiscsak eljutnak ezek az információk, és mindenki azt szeretné, még ha egy kicsit őtet személyesen, hogy a gazdaságát érinti is, hogy ez a projekt megvalósuljon, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy olyan mezőgazdasági oldaláról egy olyan fejlődés következzen be, amit már évek óta beszélgetünk. Miniszterelnök úr a gazdafórumon elkötelezettségét tanúsította afelől, hogy meg kell változtatni az élelmiszerek arányát az üzletekben, legalább 80%-nak magyar élelmiszernek kellene a polcokon lenni, ahhoz pedig az nagyon fontos, hogy olyan minőségi élelmiszer alapanyagot tudjunk előállítani, amiből ezek az egészséges élelmiszerek le is gyárthatók, és ahhoz a víz nélkülözhetetlen. A tavalyi év bebizonyította, hogy közel 1000 milliárdos kár keletkezett, mert az öntözési lehetőségek annyira korlátozottak. A tanácskozáson elhangzott, a jövőben is tartanak tájékoztatókat a beruházásról, és mivel az idei év nagy részében még a tervezés folyamata tart, továbbra is várják a gazdálkodók észrevételeit a projekttel kapcsolatban.